Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Természetesen ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádió, csak annyira szeretnénk már elindítani ezt a rovatot, hogy azonnal lenyomtuk a szignált. És ha már itt tartunk, akkor 06302010909, ide lehet nekünk üzenni, de Mesél a múlt rovatunk állandó, sőt fő szereplője Katona Csaba történész itt is van velünk. Szervusz, jó reggelt! És nem adtam neki hangot, úgyhogy teljesen itt, még egyszer. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szervusztok, hallani? Na, itt most tökéletesen hallunk. 150 évvel ezelőtt hunyt el Flór Ferenc, akiről szerintem olyan nagyon sokan nem hallottak, vagy lehet, hogy mégis? Hát a nevét viselő kórház. Talán. Igen. Uh-huh. Talán a kórházból. Ez szinte biztos, hogy így van. Tehát Flór Ferenc megint egy olyan sorsú ember, akinek azt gondolom, hogy egy roppant értékes életmű van a háta mögött, maga a sorsa meglehetősen tragikusan alakult, és ugyanakkor valóban Flór Ferenc kórház, általában ebben a szókapcsolatban sikerül vele találkozni. Próbáljuk meg felidézni az ő emlékét, annál is inkább, mert roppant elgondolkodtató az ő sorsa, hiszen elválik egymástól a személyes élete, illetve elválik egymástól a orvosi teljesítménye. Ez az orvosi teljesítmény pedig nem véletlen, mint hogy az sem, hogy ugye egy kórházat neveztek el róla. Kezdjük mindjárt a születésével, 1809. október 10-én született Várad Olasziban. Ez a Várad Olaszi ma már Nagyvárad része, de itt látta meg ő a napvilágot. És az, hogy mennyire elmélyült és mennyire komoly ember volt az orvostudományok terén, szerintem az mindennél többet elmond róla egy egyetlen apró adat, az, hogy nagyon fiatalon már elkezdett foglalkozni a orvoslás történetével, ugye a 33-as születésű, születésű, 33-ban már oklevelet szerez, 34-ben pedig már szülészmesteri oklevelet is szerez. Tehát van egy orvosdoktori oklevele, meg egy szülészmesteri oklevele, és az MTA tagja lesz 1838-ban. Ez akkoriban nem olyan szokatlan. De már orvosnövendékként 1831-ben, gondoljunk bele, hogy mennyire fiatal, Kalocsán és környékén már küzd a kolerával, tehát már akkor megkapja ezt a feladatot, hogy lehetőség szerint próbálja megfékezni a járványt. Ez pedig, ha valaki orvosnövendékként kapja meg ezt a feladatot, az két dologra utalhat, át egy orvoshiányra, át kettő egy rendkívül elmélyült tudásra. És ez a rendkívül elmélyült tudás, ez nála megvan. Kiváló sebészről beszélünk egyébként, tehát miután megszerzi a végzettségét, az állatgyógyászat tanszéken lesz gyakorlat. Ugye ez ma már egészen furcsán hangzik, nem? Tehát, hogy a igen, ahogy mondtad, ez hirtelen, igen, megdöbbentően hangzik ma. Igen, de akkor nem. Tehát a szakosodás még kevésbé indult el, de természetesen ő nem állatorvos volt. A tehetsége az nagyon hamar napvilágra tört mindenki számára, és aztán Stáli Ignác mellé került, aki, ha lehet ilyet mondani, a korszak nem sztár sebésze, de az egyik legkiválóbb orvosa volt, ez talán inkább ez a helyes kifejezés. Gyakorlati sebészeti tanszék, ez a neve a tanszéknek, ahol ő dolgozni kezd. Na már most innen kezdve egy gyors karrier indul meg, és ez a gyors karrier majd hirtelen lefelé fog ívelni, majd meglátjuk miért. Rókus Kórház, azt gondolom, hogy ez a név megint csak mindenkinek mond valamit. A Pesti Szent Rókus Kórház osztályos főorvosa lesz, majd pedig kórházigazgató főorvosa és Pestváros tiszti főorvosa. Tehát 40 éves kora körül van, 1840-es éveknek a vége felé kapja meg ezt a feladatot, hogy ő legyen Pest tiszti főorvosa, illetve a Rókusnak az igazgatója. Azt lehetne gondolni, hogy akkor itt elindult egy szép orvosi karrier, miközben pedig van mögötte még egy nagyon fontos teljesítmény, ezt egy másodpercig se felejtsük el, ez pedig nem más, mint az, hogy egy másik kiváló orvos, a Bugát Pállal elindított egy szakfolyóiratot, az úgynevezett orvosi tárat. És az orvosi tár, ami 1830-as években indul meg, ez egy nagyon-nagyon fontos szakfolyóirat ebben az időben, ugye Bugát, illetve Flór ezt nem véletlenül indították el, ugye Bugát nevét általában úgy szoktuk emlegetni, hogy ő magyarította meg a magyar orvosi szakszótárat, vagy a szókincset, de most ebbe szerepet vállalt Flór is, nem véletlenül ketten csinálták ezt a folyóiratot. Én föllapoztam, fölkészülve egy picit erről a beszélgetésre, az orvosi tárnak az egyik számát, valójában mindegy is melyiket, és érdemes megnézni,
hogy mit írnak róluk, tehát mind Bugátról, mind Flóról, hogy kik a szerkesztők. Orvosi tár, szerkesztik és kiadják. Bugát Pál, orvosdoktor, szemészmester, Pesten a Magyar Királyi Tudományos Egyetemnél a pszichológia, közönséges patológia, a terápia és gyógyszertudomány rendes tanítója, a Magyar Tudós Társaság rendes tagja, tehát ugye az akadémiájé. Flór Ferenc pedig orvos, sebészdoktor, szülésmester, Pesten a Magyar Királyi Tudományos Egyetemnél az orvosi kar rendes és a Magyar Tudós Társaság levelező tagja, tekintetes Csanád vármegye táblabírája, Szabad Királyi Pest városa, tiszti főorvosa. Na hát ezt összerakjuk, akkor látjuk, hogy a 19. század szépen tudott fogalmazni. Na, de természetesen mást is elárul nekünk ez a dolog. Flór Ferencnek addigra már van szakirodalmi tevékenysége is, mielőtt még rátérnék a karrierje következő szakaszára, hát ezt elég sok minden jellemzi. Megint csak utalnék arra, hogy mennyire vegyes volt ebben az időben egy orvos feladata. Megjelent 1833-ban egy orvosi értekezése, Kisded ápolás címmel. Ez valójában a doktori írása volt, és el lehet mondani a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján, hogy ő volt az első magyar orvos, aki magyarul védte meg a doktoriát, sőt, a kérdésekre is csak magyarul volt hajlandó válaszolni, és meg is mondta Kerekperec, hogy miért, mert így jut el a legtöbb emberhez. Tehát nem valaféle öncélú, nacionalista érzés dobogtatta az ő szívét. Hazafi voltám, percén ne vitassuk el, azt mondom, hogy itt nem valamiféle öncélú nemzetieskedés vezette őt, hanem amellett, hogy ápolni akarta a magyar nyelvet, aminek egyébként egy kiemelkedően fontos dolognak tartott, gondoljunk az orvosi tárra, azt akarta, hogy a tudás eljusson a lehető legtöbb emberhez. Na, ehhez képest két évvel később megjelenik egy másik írása, a tetsz halottak felélesztéséről szóló tanítás. Ugye, itt ne arra gondoljunk, hogy éjszaka keresztútnál pákják fényénél fekete kakas tollát égette éjfélkor, és mindenféle nekromanciába ment bele az ördög segítségével, hanem hát egészen másról van szó. Ugye azt a rettenetes sorsot, igen, ami azoknak az embereknek jutott, akiket esetleg élve eltemettek, vagy akiket csak azért nem tudtak megmenteni, mert úgy gondolták, hogy holtak, és már kísérletet sem tettek a felélesztésére, az ide, az erre vonatkozó tudását osztotta meg mindenkivel, majd egy újabb élesváltás, úgy kőmetszés és morzsolás. Oké, Csaba. Figyelj, nem gondoltam volna, hogy Flór Ferencről értekezve megnevetted most már másodszor. Oké. Jó, hát ugye, és valójában komoly dolgokról beszélünk, csak nagyon-nagyon furcsa tényleg nekünk látni így a 21. századból, meg maga a szóhasználat, tehát egy apró, bocsánat, egy fél kitekintés, hogy az megvan, hogy a bálnának mi volt a elvileg a akkori természettudományos neve? Nem, nincs. Buksi szöketér. Na jó. Próbáljuk meg elképzelni, amit olvasunk a Moby Dicket, és fölkiált a habkapitány, hogy ott a buksi szöketér. Na, lapozzunk, okay, menjünk itt a Flór Ferenchez. Ennyi. Menjünk itt a Flór Ferenchez, mert ahogy említettem, ennek a kiváló embernek végül is nem teljesíthetett ki teljes egészében a karrierje, és ennek több oka volt. 1848-49-ben, ahogy említettem, neki fontos volt a hazája, pontosan tudta, hogy melyik oldalon van a helye, és a hadügyminisztériumban egészségügyi osztályfőnök lett, őrnagy ezredtörzsorvosi rangban, és gyakorlatilag addig, amíg Görgei Artúr le nem váltotta őt, valamilyen oknál fogva nem szimpatizált vele, ennek nem tudjuk az okát, addig tisztességgel el is látta ezt a feladatát, és nagyon-nagyon fontos feladatokat hajtott végre ebben az időben. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Magyar Honvédség katonai egészségügyét egy az egyben ő irányította, és ő építette ki. Felépítette a tábori kórházak rendszerét. Hát háborús időszakban gondoljunk meg annak, hogy micsoda fontos feladata van. A front és hátországi betegellátását, az újoncok orvosi ellenőrzését és a rokkantak utókezelését. És mivel nem volt elég gyógyszer és orvosi műszer Magyarországon, kísérletet tett arra, hogy akkor gyártsunk itthon. És megint csak nem valamiféle nacionalista hőzöngés, hogy magyar sebben magyar gyógyszer vagy valami hasonló, hanem az volt mögötte, hogy így tudok segíteni a katonáikon és a civileken, hogyha így gyártjuk, mert akkor egyszerűbb, mert akkor nem kell beszerezni, nincsenek ilyen problémák. Aztán azt gondolom, hogy PR-osnak se volt utolsó, és az ötlete volt, hogy Kossuth Zsuzsannát, az országszerte népszerű Kossuth Lajos testvérét nevezzék ki országos főápolónőnek. Uh-huh. Minek következtében megnövekedett az önkéntes ápolónőknek a száma, uh-huh, mert ugye a Kossuth név vonzotta őket. Egy apróság még a forradalom előttről, 1847-ben, tehát még előtte elsőként alkalmazott kloroformot a műtétek során Magyarországon, tehát nem a világon, hanem Magyarországon, és föl is jegyezte ő maga szépen, idézem, a bódultság tökéletes volt.
Hát ez alatt is mást értenénk ma már, azt hiszem. Igen. De itt ugye arról van szó, hogy elaltotta a beteget. És ez a kiváló ember természetesen meg kellett, hogy szenvedje ennek az árát, hogy ő itt részt vett. Hát Hajnaú személyesen intézkedett arról, hogy körözzék, mert hogy nagyon nehezen viselte az ő tevékenységét. Fönn is maradt egyébként bármilyen meglepő, még egy leírás is, egy személyleírás is Hajnaútól. Az, hogy hogyan próbálta meg ugye Flórt elfogadni. Az országos levéltárban található egyébként ma az irat, ami kifejezetten arról szól, hogy Flór Ferencet le kell vadászni, és akkor idézem a személy leírását. Ora, 38-40 éves, családi állapota nős, vallása katolikus, nyelvismerete német, magyar, latin, foglalkozása orvosdoktor, a Pesti Polgári Kórház volt igazgatója, legutóbb az egészségügyi osztály főnöke a Magyar Minisztériumban. Testalkata közép, magas, kissé alacsony, arca kerek, arcszíne egészséges. Homloka alacsony, hajszíne szőke, szeme szürkéskék, szemöldök világosbarna, orra hosszúkás, szája rendes, fogsora teljes, áll a kerek, szakál, szürke bajusz, áll és oldalszakál. Különös ismertetőjelei, rövid nyak, kissé büszke, méltóság teljes járás. Ruházata, magyar. Képzeljük el a hatóságot, amint elindul, hogy meglehetősen büszke, méltóság teljes járása van. Hát, hogy is volt felett. Hát egyébként a viccesnek hat megint, de érdekes megfigyelés. Az akkori kriminalisztikában is már úgy látszik, hogy tudták azt, hogy egyébként a mozgása, a járása az ugyanolyan egyedi valakinek, mint amilyen az új lenyomata. Hát gondoljunk az ilyen nagyon fontos, hogy is mondjam, csak alapvető szakmunkákra, mint a nézését, meg a járását, ugye? Tehát ami világosan mutat arról, hogy ezt nem lehet eltévedteni. Hogy Flór Ferencet rákapcsoljam egy egészen másik kulturális közegre. No. Sajnálatos módon meg kellett szenvednie a forradalom melletti kiállását. Az történt vele, hogy egy jó másfél évet internálásban töltött. És akkor már családos ember volt, hiszen megnősült, Trösner Eleonórát vette feleségül, akitől született egy gyermeke 1846-ban, egy Gyula nevű fia, tehát családos emberként szenvedte ezt el. Miután azonban az internálásból kijött, és szerencsére ennél súlyosabb bántalom nem érte, visszavonult a Tápió Szelei birtokára, ahonnan aztán 1861-ben kerül elő, de nem véletlenül 1861-ben, hiszen ekkor indul meg az országos enyhülés, ekkor hívják össze először a Magyar Országgyűlést, és akkor úgy gondolja, hogy ő visszatérhet ismét a magyar közegészségügybe, tehát szerepet vállalhat az oldódó politikai hangulatban az országba. Na de amint az közismert a köztörténetből, az 1861-es kísérlet a kiegyezésre, ez, hát fogalmazunk úgy, hogy fogyatkozás szenvedett, és ezért Flór, ez a végtelenül gerinces ember azonnal visszavonult. Tehát hiába alakul meg ebben az évben az ő vezetésével és elnökletével az ország első helyhatósági közegészségügyi bizottsága azonnal visszavonul, és nem vállal többet szerepet ilyen dolgokban, egészen 1867-ig. 1867-ben ugye tudjuk, hogy minden megváltozik, tehát létrejön a kiegyezés, és Flór, hála Istennek, ismét visszatérni a, úgymond a közéletbe. Ugyanakkor roppant tragikus dolog, hogy nagyon rövid ideig tart az ő visszatérése, hiszen, és akkor emiatt emlékezünk meg róla, majd nem emiatt emlékezünk meg róla, de ez, ennek az évfordulónak az okán vettük elő most az ő szemét, Pesten 1871. július 7-én, meghal váratlanul, elüti egy lóvasút. És mire ez megtörténik vele, addigra már egy másik tragédia is szegélyezi az ő életútját, 1862-ben elveszti egyetlen fiát, Gyulát. És hogy reagál rá? A fia emlékére a Magyar Tudományos Akadémiára hagy egy 20.000 forintos alapítványt, hogy így őrizze a fia emlékét. És számos ilyen jótékonyság fűződik még egyébként a nevéhez, ezt így csembe jegyzem meg, hogy rengeteg adományt tett a legkülönfélébb helyeken, és igyekezett a pénzét, lévén ugye örökösen nem volt, olyan helyeken elhelyezni, ahol lehetséges az, hogy ez az emberek javát szolgálja. És hogyha ezt az egészet így keretbe helyezzük, akkor azt gondolom, hogy előttünk áll egy, annyiszor elmondtuk már másokról is, de rá aztán különösen igaz, egy méltatlanul elfeledett embernek az emléke, aki például javaslatokkal élt, hogy Pest csatornázását fejlesszék, mert hogy az az egyik meleg ágya a betegségeknek, hogyha nincs rendes csatornázás, nincs rendes ivóvíz, nem vezetik el a szennyvizet. Nem sokkal a halál előtt jött ezekkel a nagyon fontos és előremutató javaslatokkal, ugye? Tehát mondhatjuk azt, hogy még annyi mindent csinálhatott volna, igen. 1867-től lényegében 71-ig tartott az utolsó aktív időszak, amikor nem visszavonult, és csak egy példa még a halálára, tehát a végrendelete. 500 forintot adományozott a Nemzeti Színháznak. Tehát nem volt egy beszűkült orvos, hogy látjuk. 500 forintot adományozott a Rókus Kórháznak, ugye a volt munkahelyének. Azt lehet mondani, hogy egy végtelenül
mondjuk úgy, hogy érzékeny és az emberek iránti, vagy az emberiség iránti megértéssel és szeretettel áthatott emberről beszélünk, akinek pedig, ha megnézzük az életét, akkor azt látjuk, hogy a sors rendkívül méltatlanul bánt vele, hiszen csak gondoljunk a fia halálára, gondoljunk a karrierje megtörésére 1848-49-ben is, hiszen Görgei Artúr leváltotta őt kiváló teljesítménye ellenére. Mondom, ennek az okát nem tudom. Félreértés ne essék, az utódja is kiváló szakember volt, tehát nem arról van szó, hogy jött a helyre egy lúzer. Ez lehet, hogy valami személyi dolog volt, vagy bizalom, nem tudom. És amikor aztán végképp kiteljesedhetett volna a karrierje, akkor pedig egy ilyen tragikus halállal ér véget az élete. Egy olyan embernek, aki 61 és 67 között is alkothatott volna, de úgy ítélte meg, hogy 1848-49 emlékével a szívében és a bajtársai sorsára gondolva, amíg nem születik meg a kiegyezésű aktív közéleti szerepet nem vállal. És ha innen nézzük a dolgot, akkor azt kell mondanom, hogy valóban egy szívszorítóan fájdalmas életút van előttünk, és azért is nagyon örülök, hogy felvetettétek az ő személyét, mert innentől kezdve talán nem kórházként gondolunk rá, hanem emberként és szakemberként, de ebből legfontosabb számomra az ember. Mert látjuk, hogy igen. Van egy karakteres ember, aki sokrétű életművet hagyott maga után, emlékezzünk rá tisztelettel. Mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönjük, hogy hát ebben segítettél nekünk. És megmondom őszintén, róla. Hogy én egy ilyen történelmi visszatekintésre számítottam, egy pár érdekességre számítottam, a buksi szökevényre nem számítottam. Bocsánat, közben rákerestem, de hát igen, úgy van egyébként, hogy külön írva buksi szöketér. Így van. És mert hát sok minden másra sem, amit mondtál, úgyhogy újra egy szuper kitekintés volt. Köszönjük szépen, Csaba. Csaba, az egyszerű baleset volt, és arról nem tudunk többet, ugye? Tehát már, mint ez a lovasutas. Nem. Még élve szállították be a kórházba, ha jól emlékszem, pont a Rókus kórházba, ami egykor a vezetése alatt volt, és itt vesztett életét. Följegyezték róla azt a sajátos dolgot, hogy amikor közlekedési baleset áldozatait kellett megmentenie, akkor különös érzékenység, még önmagához képest is különös érzékenységgel és figyelemmel viseltetett irántuk, és utólag írta valaki, hogy olyan volt, mintha előre látta volna a tragikus sorsát. Én nem mondanám, hogy a jövőbe látás képességével rendelkezett, főleg nem egy nagy tudású orvos, de azért elég sajátos dolog olvasni utólag ezt a feljegyzést róla. Köszönjük szépen, okay. Csaba, további jó munkát neked, szép napot! Viszont kívánom, és egyébként, ha van hozzá kedvetek, egyszer elővehetjük a korabeli állat meg növényneveket, mint témát. Jaj, feltétlenül. Legyen így. Köszönjük szépen. Szervusz. Sziasztok. Katona Csaba történész mesélt Flór Ferencről, életéről, munkásságáról, és hát rengeteg érdekességet tett hozzá. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. That horse you left you blue.